Üdvözlök mindenkit! Most itt vagyunk Mátyásföld Imre utcán a Hév megállóban, és egy rég elfelejtett iparvágány fogok nektek bemutatni mindjárt. Ugye pont itt vagyok a kiágazásnál, de tudom, ez a volt Ikarus gyárnak volt az iparvágány, ami innen ágazott ki, és ezt fogjuk most bejárni. Pont itt vagyunk, ahol kiágazott, itt még látszanak is a nyomai. Ott lehet, itt volt a váltó. És az első vágány pedig innen ágazott. Ez az Mátyásföld Imre utcai állomásnak az első vágánya volt, mondhatni. Itt volt. Itt nagyon jól látszik a kitérő vágány helye, hogy itt jött. És még a nyomai is megvannak, itt az ágyazatból némi bazaltkő itt maradt. Az a piros épület meg ott a háttérben az a régi Imre utcai hévállomásnak a felvételi épülete volt. Hát ugye mondassák meg, már nincs közel a Hévhez, meg szolgálat sincs benne, hanem egyszerűen kiadták üzlethelyiségnek. De ugye ez a Hévhez adott, és akkor ez a vágány itt, így itt volt az első vágány régebben. És ez annyira biztos, hogy erről fényképek is vannak, hogy már ugye rég nem volt használva, mert ugye 1996-ban szűnt meg a teherszállítás a hévvonalakon. Akkor még ugye hát az Ikarus gyár akkor még létezett, még hogyha nem is olyan volumenben gyártott, mint előtte, mert akkor már elkezdték szétlopni. Viszont hát a rendszerváltás előtt viszont ugye rendesen pörgött. De teherszállítás még akkor is volt rajta, és ugyan 96 óta megszűnt a hív teherszállítás, de maga ez a vágány még a 2000-es évek eleje közepén még megvolt itt. De hát azt csak később szedték fel. Szerintem egy olyan 2007-2008 környéke lehetett, na közben pont jön egy hév. És elkérdek, hogy ahol itt megáll a megállóban, nagyjából ugye elfette, tehát itt ez a vágány, ami itt volt, ez még azt hiszem 2002-es felvételt láttam róla, hogy akkor még megvolt, viszont 2009-ben már biztos, hogy nem volt meg, mert arra emlékszem, akkoriban rendszeresen jártam a Hévben, majdnem minden nap ezzel jártam meg a Dőlőre, és akkor már biztosan nem volt itt. Már 2009 nyarán nem volt itt, ez biztos. De még azt mondtam, hogy még 2005-ben is megvolt. Szerintem azért szedhették egyébként fel, mert ide építették ezt a széles peront. Tehát ugye itt van maga az állomás épület, hát ugye ebben már boltok vannak, meg kávézók, de az első vágány az ugye itt a peron helyett ment valahol erre. Tehát most pont azon sétálok rajta, mert ugye az eredeti peron az itt ez volt, ez amit mellette van, és itt volt az első vágány, ez ment az Ikarusba. Ugye ott kell több, hogy látszik is, eredetileg ez volt csak a peron, ez így látszik, hogy itt van a tábla, ott van az a régi pad. Ez még... És amikor ezt a hosszú peront ide építették, szerintem akkor szedhették fel a többi részét is a vágánynak. Mert szerintem lehetett valami pályafelújítás, és ugye mivel már nem kellett, akkor szedték ki. De majd mindjárt megmutatom a... Mert itt mi vannak látható jelenleg viszont, és ez a vágány nem volt villamosítva, ez dízeles volt. Hát itt az Ikarus gyárnak még saját dízelmozdonya is volt, úgy tudom, és azzal vontatták el idáig. Sőt, ugye tovább ugye a törököli rendezőig is a dolgokat, mert ugye befele vagy elfele főleg alkatrészek mentek tehervagomba. Visszafelé viszont a gyárból idáig, meg ugye kézbuszok. Tehát ilyen nyitott telkocsira pakolt kézbuszokat vittek ki. És így el megmutatom, hogy még egy pillanat. Tehát elmentünk a peron végéig, és ugye itt ment a vágány sokáig, hát itt azért figyelmesebben nézitek, akkor azért a nyomai azok így látszanak. Tehát nagyon jól lehet követni a nyomvonalat, és ugye már itt is történt egy újra aszfaltozás korábban, hogy és a bizonyos nyomok eltűntek, meg ugye itt átépült egy picit ez a környék,
de majd meg fogom mutatni, mindjárt oda is érünk, hogy azért még tudható is itt. De ez nagyon jól látszik is, hogy itt vett egy kisebb ívet, maga a peron, így is jött, és itt ment át az úton. Itt még az aszfaltban látszik is nagyjából ból a nyomvonal, hát ezt figyeljétek itt. Itt ez így nagyon jól mutatja, hogy ugye itt jött a vágány. És így ment tovább egyenesen, hát nyilván azóta beépült itt a környék, viszont ez még egy olyan, gyakorlatilag egy 15 évvel ezelőtti műhold felvételen, amit a Google össze meg lehet nézni, itt még nagyon jól követhető volt a vágánynak az íve. Most már nem annyira, de akkor még ez a kerítés nem volt itt, ez az épület ezen volt, viszont az a másik épület az ott volt, de ezt majd később megmutatom. Most itt nem látszik semmi, de majd igyekszem egy olyan helyet találni, ahol meg tudom ezt mutatni. Talán itt jobban látszik, itt van egy ilyen kosárlabdapálya, nem tudom mi ez, de ott azt a kerítés figyeljétek. Ott ugye, ott mutatja a régi vonalnak az ívét, hogy hol meg ott a fenyőfák is. Tehát nagyjából ott a fenyőfák mögött és követte ezt az ívetkedésnek, mert ez a rész itt még itt a kosárpálya meg a többi, ez nem volt itt. Akkor, és akkor jobban látszott, meg az a sárga ház sem. Jobban megmutatni, hogy ez a sárga ház ez nem épült oda, és akkor ez a kerítés azért jön ilyen ívesebb feldél, mert ott ment a vágány mellette. Ott, ahol ez a sárga valami van, például az pont a vágány tengelybe volt. És itt ez az Arany János utca, és itt kanyarodott ki az Arany János utcára. Látszik, mert ugye ez nem volt beépítve ez a telek. Ugye itt, ott látszott az ív, hogy ott nagyjából a sárgaháznak a nyomvonalába jött. És itt kanyarodott ki az Arany János utcára. Az Arany János utcát és valamikor 2010 és 2013 között azt hiszem leaszfaltozták újra. Az a fejlődő kertváros jelige itt Mátyásföldön. És akkor még az utolsó nyomai is eltűntek. De egyébként ebbe az utcában előbb volt vasúti sín, mint aszfalt. Tehát itt először kiépült az iparvágány, akkor itt még ilyen sáros földutak voltak. És kiépült ide középre a sín. Akkor talán nem is volt ennyire beépítve, hogy mind a két oldalt legyenek házak, de a lakóövezet volt ez már akkor is. És hát nagyjából így jött a vágány. És itt kanyarodott ki az Arany János utcára, így. És itt egyenesen ment tovább. És aki jóval később aszfaltozták le az utcát, de akkor ez az iparvágány már itt volt. De semmi, nem volt ebből probléma, ugye körbe aszfaltozták, de ugye úgy, hogy a karbantartást el lehessen végezni. És jártak rajta ugyanúgy, amit leaszfaltozták, ugye autók is, meg akkor még lovasszekerek is talán, de semmi volt, hogyha ha jött a vonat, akkor ugye végig ide dudált itt, és takarodjon el mindenki az útból. Tehát ez úgy, hát ez csak, hogy itt járt az út közepén ment a vágány végig. Majd az utca végén meg is tudom mutatni, mert szerintem ott még egy vágány darab megvan. Most néhány évvel ezelőtt még láttam, hogy egy még megvan. Tehát reméltek ott az Ikarusz gyártnál, azt nem tüntették el, és azt véletlenül nektek mutatni. Nézzétek, mit találtam itt a útban az Arany János utcai vágányok felé. Bizony, ez egy Ikarusz 260-as, és ráadásul benne áll itt egy portán, de nincs itt senki, de akkor a kapu nyitva volt, úgyhogy bejöttem, és akkor nézzük már meg akkor, hogy néz ki. Bizony, ez egy 260-as. Garázsbenet, oké. Addig. Ezért megvannak az ajtajai is. Hát itt azért kicsit mintha rohadna. Van itt egy panna benne. Meg az egyik soron félig az ülések is megvannak. Hát műszerfal az nem tudom, hogy mennyire, de most inkább azt lepiszkáljuk. De megnézem még itt a hátulját. Aha, meg a hiányzó eleje is ott van. Benne van az aksi.
Kerék is van. Hát, azt jó lenne tudni, hogy ez melyik volt, de BKV színekben van, úgyhogy valószínűleg BKV busz volt valamikor. Aha. Na és hát itt vannak akkor még az eleje. Meg hát akkor még csinálok, akkor még vegyük fel innen hátulról is. De amúgy alájának rendben van, és ugye, időközben megérkezett itt a tulajdonos, vagy hogy a itt mellette lévő boltban, aki volt, és hát ugye, videóban nem szerepel, de elég sok információt elmondott a buszról. Ezt majd mindjárt én is elmondom. Ugye még itt, amit meg akartam nektek mutatni, azt még megmutatom, hogy ugye, itt az elveszett sinek miatt volt, amit eredetileg, és ugye, valóban, és erről viszont itt volt még a régi felvételem, hogy itt ahol bement az Ikarus gyárba a vágány, az pont itt jött, és az még egy 3-4 évvel ezelőtt is megvolt. Ezt én még itt fotóztam, hogy itt egy darabsínszál még benne volt az aszfaltba. Ezt most szedték itt ki. Ezt itt most szedték ki, de egyébként itt jött az Aranyás utcából, és ott, ahol a zebra van, ott volt. Ott még volt egy darab vágány. Itt volt valahol egy darab sínszál még, ami megmaradt. De szerintem, amikor ide ezt az öblöt építették a buszmegállóhoz, akkor aszfaltozhattak rá. Na szóval akkor a busznak annyi lesz a története, ez a Ikarus Drink nevű cég vagy tulajdonosi. És hogy ebbe egy ilyen fel lesz új, ez a működőképessé lesz téve, de egy ilyen gidoszozós, vagy hát ilyen sütőde lesz benne. Tehát ez ilyen beülős, ilyen átalakított, hogy ilyen gidoszos, meg ilyen sonnósütő lesz benne, és ott hátul. És jövő tavaszra tervezik a megnyitást. Ezt én mind megtudtam a tulajdonostól, de ugye a videóban ugye nem szeretett volna szerepelni, de ezt nekem elmondta, és ugye ennyivel ugye reklámozhatom is, tehát ezt nem tiltakozott az ellen se, hogy én a videóba bele ezt így elmondjam, szóval most ugye itt tartunk. És akkor ugye itt volt az iparvágánynak a bejárata. Tehát itt szintén így nyomott egy ívet, így, ott az a bant van, és így, és itt jött a vágány. Ja, az csak egy 46-os busz, az most megy el, de hogyha elmegy, akkor látjátok. Igen, tehát itt jött. És így jött a vágány. Innen így ilyen ívesen be. Hát már ebből se sok marad, de talán még régen, hogyha itt benézünk itt a gyárkapun, akkor talán még itt némi síndarab megmaradt. Ezt még esetleg megmutatom nektek, hát nem maradt meg. De ugye itt volt, hát ez ugye az Ikarusnak a Mátyásföldi gyára, azt gondolom felismertétek. Hát ennyi lett volna akkor ennek a vágánynak a története. Hát mondom, hát ezt ugye most áldozták be, szerintem ez egy nagyon friss dolog, de hát maximum 1-2 éves, amikor innen ez a maradékvágány eltűnt. És egy gyárterületén is ezek szerint már felszámolták a vágányházat, bár az, jól emlékszem, az már korábban se volt meg. Úgyhogy, hát akkor ennyi lett, mondom, ez a videó is itt kb. Ennyi. Ez egy külön blokk, amelyik erről az Ikarusnak az iparvágányáról szólt. Úgyhogy akkor én most, hogy kell ezt így, na. Akkor én most így elköszönök tőletek, akkor ezt így megmutattam, sziasztok!